Megjött hozzánk Kassa TV. Ha bazi nagy jacuzziban nem található vagyok, keress az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. Tibi! Tibi! Kassa TV, Kassa TV, Tibi. Földön, vízen, levegőben. Hozzá akartam szólni egy picikét a témátokhoz, mert egész véletlenül érintett vagyok benne. Na, az zaklatásban? Igen. Mi történt? Zaklattál? Melyik oldal? Adni is és kapni is. Adtam is és kapni. Nem, de hogy egyébként klasszikus munkai zaklatás, hogy elmész mondjuk egy olyan rendezvényre, ahol tudod mondjuk, hogy kizárólag mondjuk nők vannak, és ott mondjuk ott van egy ilyen nagyon kellemesen lemattult 200 fős női társaság, figyelj, ott konkrétan te ott a munkádat végzed, ugye? Tehát ott nagyon nagy tiltakozást nem rendezhet, de én már nekem alá nyúltak, fölém nyúltak, előről nyúltak, oldalba nyúltak. Tehát, hogy én... Most panaszkodsz, vagy dicsekedsz? Hát igen, ez most rossz vagy jó? Hát megmondom őszintén, azért átgondolod. Tehát amikor az van, hogy nyomsz egy bulit, mondjuk megáll tőled egy centire mondjuk egy ilyen jó 40-es csaj, és ő úgy gondolja, hogy neki joga van egy picit megmagyarozni konkrétan mondjuk a színpadon, és... Énekelsz, ha meg nem tudjuk, mennyit kérsz. Na, amit most csináltok, az pont az, ami ennek a problémája, ugye, hogy nem tudsz vele semmit csinálni, mert jaj, hagyjad már, ugyanezt csinálhatják egy nővel is, hogy jaj, hagyjad már. Ez igenis probléma. Tehát én azt gondolom, hogy mondjuk ott van veled a párod, és azt látja, hogy mondjuk egy 40-esnő konkrétan megfogja a golyódat, érted, és ott megtikít. És ha nincs ott? Megtikít, de nem egyáltalán, tehát hogy ez a másik... Ezért mondta, hogy maradj otthon, látod? Hogy ez a másik oldal. Hogy felzaklatod? Hogy ez a másik oldalról is van egyébként, és erre nem tudsz jó megoldást csinálni, mert nem tudod, ott nem lehetsz tapló, nem lehetsz agresszív. Ilyen 40-es félrészeg, vagy éppen nagyon részeg, kiéhezett, kielégítetlen, féllepusztult, félig a sminke már kicsit leázott nőtípus, van, ismerem ezt a típust. És megáll előtted egy műsorvezetést, igen, tud durva lenni. Megáll előtted egy 5 centire, és akkor azt mondja, hogy... És nem igazán férfi, nem tudsz mit csinálni, hozzányám, nem nyúlhatsz, arra nem teheted, csak kellemetlen. És mondom, és artikulált. Ugye? Igen. Várjál, és volt, tehát hogyha szóvá teszed, hogy most kicsit, ne haragudj már, kicsit megtikitakisztál, vagy nem tudom, a két farpofa az nem erre van, és belemarkol, alád nyúl, lézzél, nem tudom, és ha szóvá teszed, akkor tévében jobb fej volt le. Igen, még kicsit meg is értődik. Igen, akkor jön az, hogy de nem is vagy olyan jó fej, mint a tévében. Tehát, na jó, menjek hányni. Körülbelül ilyen állapotban vannak egyébként. Ilyen állapotban vannak sokszor egyébként. Ilyen megfontolásban egyébként a Gabesszal szűkítettük is a koncertek köré, tehát konkrétan egyetlen egyszer volt olyan, amit elvállaltunk, hogy magánlakás, vagy egy házba volt, a feleségének akarta, nagyon szívhez szóló volt, hogy kérte, hogy ez a nagy vágya, nem tudom, elmentünk. Lakás, hogy egy házhoz érkeztünk, szépen szívhez szóló volt, meg nem volt számlás, igen, tehát hogy megérkeztünk, tudod, lecipőztünk, és tudod, az az érzés, amikor egy ilyen bolyhos szőnyegen zokniban nyomom a nem kell mást, az megvan. És ott így beállok egy szobába, két hangfal, a feleségem a könnyektől meghatódva ül velem szemben egy fotelban, én pedig nyomom azért a hulló csillagot úgy, hogy közben egy zokniba egy topogok a szőnyegen. Az... Kicsit kiablakosodott zoknicskádban, ha áldogáltál lépen. Milyen kiablakosodott, de szemét látom. Kiablak, nem is hallottam. Nem ismerted? Kicsit rátlátszó már, látszik a lábújad. És kicsit kiablakosodott zoknikámban, ott topogtam ott a hulló csillagra, és közben ugye a még kellemetlen, hogy a reflexek nincsenek, mert milyen, hogy kezek. Magasra ugye, kezeket. Hol vannak a kezek? Hanem úgy tolod a számot, és közben próbálsz úgy ízélni, de úgy érzed, hogy még ez hozzá kéne tenni valamit, tehát hogy olyankor azért elgondolkozol. Ez volt az első és az utolsó, amit elvállaltam. Tehát most mindig azt mondtam a bátyámnak, hogy Gabi, olyan fellépést nem vállalunk el, ahol le kell venni a cipőt. Tehát ez a lényeg, hogy csak maradjunk cipőben. Igen, valahogy zokniban az úgy odaméltóságos. Az megvan? Hát kicsit nyomorul, igen. Hogy megérkezik, hölgyeim és uraim, és akkor itt a meglepetésed, és ott egy ilyen kasszon lyukas sportzoknibot, így topogok a szőnyegen. Legalább nem fehér színű volt, nyugtass meg, tehát sötét zokni volt rajta. Na, szerintem valami fekete volt. De... Az jó. Fekete sportzokniban jó a hulló csillagot, hogy ott itt topogok. Egy fokkal kevésbé, mint a zokniba fehér farmer, vagy fehér zokniba az a legkeményebb. Nem a zoknival volt baj. Nem, és csak azt akartam mondani, hogy ez egy pici komolyság, hogy egyébként tényleg tudja a palit is érinteni, mikor rácsapnak a fenekére, tudja, jó, ne érzékenykedjél már.
Rossz a híre. Hogy szeretem? Na, persze. Na, jó, azért, amíg nem voltál Jani. Komoly párkapcsolatban, addig nem volt ez bajod szerintem. Nem, az ilyenfajta ilyen agresszív magyarózást ezt nem szeretett szerintem. Tehát, hogy ez... Balázs, te biztos téged is előkaptak forgatáson ilyennel, nem volt? Ismerem ezt a tipet. Én nagyon sokat forgattam ugye diszkóban, éveken keresztül jártuk a vidéki, meg a fővárosi diszkókat, elég sok műsorvezetést csináltam régen, kaszinókba itt ott, ismerem ezt a tipet. Céges bulik, ahol aztán a nők kiszabadulnak, olyan céges bulik, ahol csak nők vannak, és mondjuk te vagy a műsorvezető. Éltem át szörnyű dolgokat, amikor rohadt magányos vagy egyedül, és a falhoz vagy szorítva, és három részeg nő körülött, tehát konkrétan azon gondolkozik, hogy berángatnak a budiba. Én soha nem értettem, amikor együtt forgatunk, hogy lehet ennyire közvetlen a stábbal a kapcsolata. Érted? Hogy mondom, mit kell tennem nekem azért, hogy engem is odajöjjenek, és mindenki, az operatőröktől kezdve. Szóval tényleg, egy ideig vicces, egy idő után, amikor már fölnyomlak a falra, vannak négyen mindig nagyon részeg, és konkrétan nincs aki segítsen, és négyen vannak körülötted, nagyon agresszívek, nagyon részegek, és mindig nagyon kielégítetlen, és ha rajtuk múlna, tényleg berángatnának női WC-be, és nem tudsz mit csinálni. Egy idő után azt mondta, hogy nem olyan szórakoztató. És tudsz nem tudnál te segíteni magadon, csak nem segíthetsz. Arrébb nem rakatod, arrébb nem lökheted. Igen. És abban a pillanatban, amikor mondjuk arrébb raktad finoman, arról lesz egy videófelvétel, és akkor leszem leszem és egyébként nincs benne semmi szexi, tehát sokan azt gondolják, hogy persze három nő fölnyom a falhoz, de jó, de nem. Tehát ez egy sörszagú, részeg, az egyik éppen jött a hányásból. Rohadt agresszívek, és egyébként még csak nem is csinosak. De már azért kevés szexuális töltet van benne. De csak azért mondtam, hogy azért el lehet, és ez konkrétan munka közben van, tehát el is várják, hogy te ott jó fej legyél, közvetlen legyél, de amikor mondjuk áll elő a valaki, és az a kedvenc játéka, hogy ott nem tudom, csapkodja a fenekedet, akkor hogy a 20-nál mit csinálsz, érted? Tehát, hogy mindegy, tehát az ennek, hogy mi is tudunk erről beszélni, de van valami fontosabb dolog, amiről beszélnünk kell, mert megmondom őszintén, hogy itt amikor kint ültem, már láttam, hogy egy picikét készülődtök, láttam, hogy egy picikét ég a kezdetek alatt a munka. Há, mennénk dolgunk, nem, valami cukrászda. Nyilván nem került el a figyelmeteket a jeles dátum, ugye, hogy... Mindjárt nőnap, tényleg. Te szemét március 8, nagyon fontos. Én már készülök Mert én meg a csörbökést készítettem, mert most nem az? Már rányomtam a gépen. Nem nézted meg a... Én már megvettem a kokárdát. Nem az is van már. Most, várjál már, az elment, mi volt 14-e, Valentin, annak vége. Mi van most? Nem tudom. Na segítek. Ki lett 37 éves? Ki? Oh! A ti ifjú barátotok. Oh! Ja! A Tibi! Tibi! Idén is van szülőnapod? Megmondom őszintén, és hogy... most valami érdekes? Nem, annyira jól hozzátok ezt, mintha nem készülnétek valami meglepetés, hogy már elhiszem, de annyira tudom, hogy lesz valami. Persze, mert... hogy lesz, Tibi, tudod, hogy lesz. Hogy lesz, ne lenne? Persze, hogy lesz. De most komolyan mondom, de hogy nem gondolod, lesz, nem? Hogy nem láttuk, hogy hol voltál tegnap, nem gondolod, hogy mi azért egy picivel nem készültünk, hát, dehogy nem készültünk. Van klassz lesz? Persze. Zsűri, egy avancsit készíts be. Megmondom őszintén, nekem eddig a legemlékezetesebb ilyen születésnapi ajándékom az a 18 éves volt, amit apukámtól kaptam. Ott feltehetőleg valami nagyon komoly lesz, mert 18 éves születésnapon megrendelte, és még nem jött meg, úgyhogy az valószínűleg valami komoly. Ez is olyan lesz. Miénk is olyan lesz. Ti is megrendeltétek? Igen. Nem sokára itt van. De 37-re mi nem akarunk, tehát mi valami kerekre vágyunk. Ennyi. Kerekre vágytok? Igen. Jó, de akkor, hogy akkor az adás alatt azért jön majd valami. Jön, ugye? Mindjárt. Meg majd hazafelé hallgass, Csabit, majd én elküldöm neked, de Enrique Iglesiastól a Bailamost. Jó, hogy esetleg, hogy hát, ha megérinti a lelked. De gonoszak vagytok. De vártad tényleg? Én azt hittem, hogy bejövök, és nem tudtam, hogy be lesz-e csomagolva, vagy csak úgy simán adjátok. De nagyon be van. Be. Na, be van. Nem is látszik annyira. De most komolyan nem lesz meglepő, semmi nem, ajándék nem lesz. Tudod, hogy az álszent ajándéknál jobb az őszintén semmit. Ez az én arszpolitikám. De ezt abszolút így gondolom, hogy most hazudhatnánk itt neked valamit, de az őszintén semmi sokkal megnyugtatóbb. De a blog felénél lesz valami, lesz. Hogy ugye? Lesz valami. Na, van ki a csőr, vagy nincs, vagy menjünk, vagy nem? Megmondom őszintén, mivel születésnapon van, ezért rendhagyó adást tartunk. Na. És ma a születésnapomon nem böki semmi a csőr. Dehogy nem böki, majd megmondom, hogy mi böki. Az böki, hogy több mint 300 000 vannak a Facebook oldalon, de csak 10 000 kiváltak boldogszülinapot. Ez szerintem biztos, hogy böki a csőröd. Hát most majd nem akarlak untatni statisztikákkal, de majd megmutatom azért, hogy pontosan hogy volt. Viszont hoztam egy játékot, hogy egy picit mókázzunk, mert nekem az viszont böki a csőrömet, hogy fekete-fehér igen nemet például soha nem játszhattam veletek, pedig én állítom, hogy én abban egy mágus lennék. Hát csörök be egyszer reggel, és akkor írj SMS-t, téged választunk. Ja, igen. Figyelj, nincs bunda, csak SMS-ek alapján lehet bekerülni, nincs csak úgy, az ember csak úgy bekerül,
kilökve egy hallgatót, írj egy SMS, ne írd alá, és ha téged választunk, akkor te leszel viszont holnap. Viszont kedd legyen, akkor már be se kell jönnöd, mert tudod, egy héten csak egyszer. Igen, nincs repeta. Na, de hogy hoztam egy játékot, na, amiben össze tudjuk mérni az erőnket Balázssal, és akkor mint a Feri meg a Jani lesznek és mi is a... leszünk. És ti pedig addig kimertek kávézni. Tök jó. Nem, ti lesznek a bírák. Egy olyan játék, a Balázs fülére fog tenni fejhallgatón egy kőkemény rockzenét. Igen. És onnantól kezdve a számról kell olvasni azt, hogy mit mondok, 10 dolgot fogok mondani. Mondjuk a zene nélkül se könnyű mindig. Te szemétláda. Szándékosan, na most ezért szándékosan nem fog jól artikulálni, te szemét. Igen. A hallgatók fogják hallani, hogy én mit mondok, és ők azt is fogják hallani, mert neked rögtön hangosan be kell mondani, hogy mit olvastál le a számról, blöffölni nem ér, és rögtön kell mondani. Tehát nem lehet még egyszer, meg mi volt az, amit rögtön gondolsz, paf, azt rámondod. Ez egy applikációs játék, amit most játszanak a fiatalok, vagy ez csak egy sima egyszerű házi bulin felvetődő játék, hogy szájról olvasás? Azt gondolom, hogy egy sima egyszerű felvetődő játék, de baromi szórakoztató, tegnap játszottunk, hát pusztultunk a röhögéstől. Tehát az egész család ezen pusztult, vagy azt jelenti, hogy ennyire hülyék vagyunk, hogy még ilyen kis dolgoknak is tudunk örülni. Te, ha neked kell a szádról leolvasni, adsz valami segítséget, hogy leírod a kezdőbetűt, vagy valamit, tehát van ilyen? Elbábozott. Tehát valami egy pici segítséget kaphatok tőled? Vagy? Amennyire hangsúlyos az alsó ajkam szerint, azt gondolom, hogy ez így is egy segítség. Tehát, hogy... Balázs. Tapsi füles. Tapsi füles. Add a fülest, indítom, jövök oda hozzád, jövök. Indul a zene, vagy hangos gyere. Lesz, jó? És onnantól kezdve ez a füles játszik rajtad. Figyelj! Jó. De nem kaszada nyomsz a fülére. Jó. Nincs-e hulló csillag? Hulló. Hulló. Egy picit lealkítatom azért a zenét? Nem. Jó. Egyébként jó zene. Ez jó, na végre. De ezt nem te választottad nem, a musikát, ugye? Nyilvánvaló. Okay. Feri, te számolod akkor, hogy, jó, hogy mennyire. Akkor hány jó megfejtése van. Jó. Tízet próbálkozunk. Figyelsz? Oké. Okay. Megyünk. Hóember. Vappa. 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 Jó, vappa. Jó. Nevem, jó. Jó, de... Nulla. Talicska. Talicska. Szakítsá. Esélytelen. Az enne nagyon jó. Extrém, vagy mi ez? Aha. Az. Papírlap. Paprika alap. Ez majdnem jó. Zokni. Csoki. Csoki. Ez is hasonlít, de két fél pontot okay, adhatok. Okay, okay. Helikopter. Helikopter. Hey! Na, első. Oké. Okay. Laptop. 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 Jó, ez kettő. Okay. Most már látom, hogy hova bígyed az alsó ajkad. Szemétláda. Jó van, akkor reflex. Elefánt. Nem is ugyanannyi a szó, csak szám. Hogy? Oké. Konyharuha. Konyharuha. Egy üdítőital. Nem vagy csak majdnem. Igen. Mennyit mondtunk eddig? Azt mondja, ha a 7. Na akkor még 3 van hátra. Oké, akkor képernyővédő. Képes kifestő. És milyen meggyőződés nem rossz. Igen. Nem rossz. Ebben okay, nagyon hint. Nem rossz. Oké. Véget ért? Jó. Rádió. László. Az? Az volt? Nem volt már. Most én mondom ugyanezt, figyelj. Rádió. Zászló. Zászló, ezt se tudja, jó? Most te mondod, most te Jani? Neki valamit, Jani. Ugyanezt a szót. Rádió. Zászló. Hogy mondom, nem háromszor ne. A zászlót? Semmit nem hallom. Nem baj, jó van. Mi volt? Nem zászló rádió. Volt? Az utolsó a rádió volt. És mind a háromszor mondtam, hogy rádió. Igen, mind a háromszor rámondtam, hogy zászló. Lászlót mondtál, zászlót, zászló. Most ti vagytok ellenem, jó? Esélytelen. Ti vagytok ellenem, jó? Mind a hárman mondhattok, jó? Aha. Jó. Oké. Okay. Nagyon fura, hogy ilyen hangosan szól a zene. Tényleg az ember elkezd üvölteni. És hogy igen, jó. Tedd föl a füles. Persze, kész vagyunk. Visszatekerem. Hány megfejtése volt? 2? Igazán jó 2, és volt 4 olyan. Jó, kettő. Ha 3-at csinálok, akkor az éves bajnok. Jó. És ezt játszátok házi bulimban, Dibi? Tegnap este jökörködtünk a családban, a gyere? Na, tessék. A zene nagyon jó, ami szól alatt. Igen. Jó. Na, szívassuk már. Jó, figyelj. El kell káposztásítottal a nyitottátok. Túl. Kitaláltam, hogy nem. Micsoda? Ezt engedd el, ez nincs. Te szemetek vagytok. Na, Balázs, te nyomjad. Balázs. Távirányító. Teverugó. Aha.
Nagyon jó. Nagy szuper volt. Esélytelen volt. Jani? Prostata. De artikuláljál már! Prostata. Mozi csicska. Mozi az. Mozi csicska. Az micsoda? Csicska. Kíváncsi ennek a Tibieknél, ki nyert azért ebben a játékban? Robotgép. Csokigép. Nem rossz. Alacsony nézettség. Alakuló ülés. Nem. Kaszasó. Nulla. Ki jön? Jani. Zapkása. Szabálysértés. Aha, az. Majdne ez. Egy az egybe. Ez közel volt. Eletrafált. Na gyere Balázs. Én jövök. Fodrászat. Vadászat! És hogy örül a hülye? Nem vadászat? Nem. Fodrászat. Ez biztos, utas még egyszer. Fodrászat. Fodrászat! Most már késő. Nem, ez nem pont. Másodjára. Még neki, hadd örüljön. Ja. Nulla pont. Hulla pont. Figyelj, nagyon jó. A legprimitívebb játékre. Egy utolsót a Balázstól. Nagyon jó. Proszektúra. Proszektúra. Ezt akkor se érti, hogy hallja. Mondjék. Proszektúra. Jó. Kés. Mondjam egy könnyebbet. Villamos. Villamos! Megvan az első pont. Nagyon elegem van. Úristen, de nehéz. Proszektúra volt, de az nehezebb. De a villamos az jó volt. A villamos jó volt, meg akkor mi volt még a végén? Ez az egy. Nem, a fodrászat. Az a durva egyébként, hogy baromira hangosan szól a zene tényleg, és azt látod, hogy emberek üvöltöznek, az egészből semmit nem észlel, csak az, hogy hangos a zene. Te is üvöltesz. És te is elkezdesz üvölteni, persze. László! Kinyerte ezt a játékot. Már nem most, tegnap a családban volt valaki, aki ügyes volt, mert itt nagyon kell figyelni. Tegnap mindenki vesztett. Mindenki vesztett. A hülyék vagyunk. Tehát ott a bátyám a garázs nem tudta kitalálni konkrétan, de figyelj, próbáljátok jó, hogyha bárkinek van kedve egy jót röhögni, semmit nem lehet kitalálni belőle. Tehát konkrétan, de az, hogyha rávágod rögtön, vagy ha agyalsz, akkor nyilván ki lehet, meg minél közelebb vagy, el kell kicsit menni messzire. De várjál, megsüketültem. Viszont nagyon jó volt a zene, az mi volt? Extrém volt? Mi volt? Az a skidros változat, a Funk Out. Igen. Ez a Funk Out. Pornografiti albumom van, ez egy barom jó album egyébként. Vagy nagyon-nagyon sokat hallgattam. Gyerekkorom, ezt hoztam böki a csőröm helyett, hálásak vagytok egy kis... Hát ez az erre adjál egy csőröm. Adok rá itt. Adsz egyet. Egyes szintű, abszolút indokolatlan csőröm. Jó, nem, már is se tudom, már elindítom. Egyes szintű, abszolút indokolatlan. Olyan ritkán adom, hogy már nem tudom melyik. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Na megérte, látod? Nézd meg, hát mostantól nem csörbökés fog behozni, nem valami jó pofaságot, azt adtok rá egy csörbökés, nem jó? De ez milyen jó volt régen, amikor még a családa tényleg nem moziztál meg DVD-szel, mert leültél, és akkor kártyajátékok voltak, közös társasjáték a családdal, nem? Kocka, póker, én ezeket nagyon-nagyon bírtam gyerekkoromban. Többen kérdezik, hogy kölyök pezsgőt is ittatok-e tegnap a házi bulit. Hogyne? Hát be! Na, de hát már 9:30 van, itt játszadozunk aranyosan, elbeszélünk egymás mellett, nem halljuk a másikat, és kicsit arra gondolok, hogy talán azért, mert születésnapod van, nincs témád? Marhára nincs. Rohadtul semmi. Nem. Picit visszatekintettem, hogy a 37 év az körülbelül ugye a hitelesített... Az körülbelül 40. Nem, hogy a várható életkorom fele, ugye? Jó számolva. Hát, 60 évesen ma a szociológiai értelembe véve egy férfi középkorúnak számít, illetve hát akkor te már, tehát 30 évesen te középkorú vagy, 60 éves az átlag életkor, 60-62 év a férfi. Tehát magyarul akkor 30 évesen középkorú vagy. 37 évesen már kevesebb van elvileg. Ugye, tehát akkor már túl, majdhogy nem azt mondom, hogy ugye fél út. Ugye, fél útról már kicsikét, hogy visszatekint az ember, és én egy kicsikét elkezdtem gondolkozni, és összesítettem az én gyerekkoromat, hogy voltak éppen csoda, hogy én élek. Én most végignéztem azt, hogy milyen baleseteim voltak, milyen baromságaim. Hogy tartsunk egy ilyen licitet, hogy kinek milyen olyan dolga volt, amire rámehetett volna gyerekkorában. Mert én összeszedtem, baromi sok jópofa dolog van. Hogy csoda, hogy itt vagyunk. Milyen jellegű ti rosszak voltatok? Ti történt, az úsztátok magatokat? Én állandóan. Na akkor induljunk el az elejéről, jó? És akkor nézzük, hogy kinek milyen van, szálljon be a licitbe. Először is engem nem is akartak.
Tibi. Te győztél. Nem tudjuk üvevelni. Elpusztíthatatlan vagy. Igen. Először is engem nem is akartak, tehát én úgy voltam, hogy beúztam egy ilyen valami spirál mellett, ami már akkor, tehát valami nagyon nem humánus, valami fogalmazásgátló módszert. Kikerültem, betapadtam. Felkapaszkodtál. Betapadtam. Átküzdötted magad egy teaszűrőn. Igen, felszívtad három ikertestvéredet, akik veled együtt fogadnak, elpusztítottad igen. őket még az anyamékben. Ekkor betapadtam, akkor, és akkor mondták, hogy ez oda betapadt, és akkor én elsőre valami... is értettük, Tibi. Betapadtam. Igen. Megfogantam, és... Betapadtam, azt betapadtam. Az a jó szó. Most le tudtam olvasni a szádról. Igen. Igen. Tehát ez volt az első. Tehát engem nem akartak. Valószínűleg fatalon megértem utalomnak, hogy esküszik, hogy ki fogja húzni, aztán végül is nem. Tehát, hogy valószínűleg igen, volt egy ilyen... haladjunk, igen. Mert apám valószínűleg részegen hazaért, de valószínűleg nem tudom, mit ihatott, de... Na, ez vigasztal, apám se akart volna téged. Igen. Lépjünk át ezen a dolgon. Még egyszer kérek mindenkit, igen. Na akkor. Születésem. Születés. Nehéz volt? Farfekvéssel jöttél. Ott volt ez a balfék, aki előtte a nagy nehezen... Nagy nehezen betapadtam, ekkor megszülettem a nyakamra tekeredett köldökzsinórra elkékülve. Hova máshova tudott volna tekeredni? A nyakamra tekeredett köldökzsinórra jöttem kifele, tudod, elkékülve, tehát ott látszott, hogy a gyerek az most vagy medúza volt az apja, vagy valami nagyon nagy baj van. Elkékülve megszülettem, tehát ott már valami nagyon nagy gubanc volt. Tehát kiderült, hogy valami nyitott szívkamra, ahogy nem tudom, az pontosan, amikor a jó vér keveredik a rossz vérre, azt minek hívják? Rossz sorozat, igen. Pekszéria. Nem mindegy, tehát akkor még úgy volt, még 3-4 napig, ott, nem tudom, vagy nem tudom, meddig járkált le anyám, úgy nézegette, hogy még addig lásson, amíg úgy vagyok. És akkor innen indult. Tehát a kezdetek nehezek voltak. Ti könnyen... Hívő családba születél bele? Mert azért ebből sok jelből azért már én vettem volna a lapot, hogy jó Isten se nagyon akarja. Igen. Letettelek volna egy kórház lépcsőjére. Azért én már vettem volna a lapot. Sok volt az intője. De megyünk tovább. Nektek a születésünk, hogy az könnyen született. Gyönyörű volt. Gyönyörű születés. Balázs? Én majdnem 4 kilós voltam szegény édesanyám, és hát én nem egy extra nagy fejmérettel, tehát anyukámnak többször könyvbe lábadt a szeme, finoman szólva. Volt baj a szülésnél. Nem, azért. A világért nem akarok most rátpakolni, 460. 460-nal jöttél? Aha. Jézus Isten. Az a 4 kilós egy kicsi, de a 460 azért az... Egy 460-kával. Szinte anya azt mondta, hogy kihussantam. Igen, és hohajtott egy... Igen. Kihussantam. Mi volt utána? Utána elkezdődött káváriám, amikor kisgyerek koromban úgy döntöttem, hogy én Niki Lauda vagyok a játszótéren a hintában, körbefordultam, majd betonnal, televertem a betont homlokkal. És hát ott egy szabad szeme jól látható sérülés kapcsán ott a saját vérembe feküdve ott szintén próbáltam korrigálni a létezésemen, tehát hogy akkor már szerintem anyám azt gondolta, hogy ne, egyszerű, milyen eleven ez a gyerek? Milyen eleven? Ilyen aranyosan játszik. Szerintem anyámat elgondolkodott, hogy nem lett volna hatékonyabb dolog tényleg védekezni, tehát hogy ez a gyerek azért több a baj. Na, tessék itt már fölvenni a fonalat. Kinek milyen jellegű, ilyen nagyon brutális gyerekkori balesete volt? Nekem nagyon sok minden. Na. Majdnem levágtam a nagy ujjamat fűrésszel, belefullottam majdnem egy bányatóba, mentem a Május 9 parkba a csúszdák alatt, és szétvágtam a fejem egy kiálló vassal. És még hol volt a délután, tehát minden, amit lehet, kéztörés, lábtörés. A lefűrészel, és egyszer azon szórakoztam valami kommunista üdülőben, ahol voltunk nagy muterommal, ilyen, vagy nem, tehát valami, nem tudom, minek hívták ezeket ilyen szótüdülőkben. Nem tudtam, hogyha gyerek voltam. És azon szórakoztam, hogy a lécekből kiálltak ilyen rohadt nagy, ilyen rozsdás százas szögek, akkor kaptam egy vadonatúj papucsot, és így lépkedtem a szögre, és azt mondogattam magamnak, hogy mint egy konferáltam volna, hogy hölgyeim és uraim, ez itt a vadonatúj szögálló papucs. Míg egyszer csak a papucs nem igazolta az állítást, és telibátszúrtam egy százas szöggel a lábamat, és jó, meg is vertek érte egyébként. Hát a drága új papucsot tenni. De utána vodkával fertőtlenítették. De hogy hozzátartozik a gyerekhez. Mit röhögtetek, amikor én átszúrtam a talpamat, meséltem, hogy mit tettünk rá, ecetes szalonnát, ő meg vodkát, na? Vodkával. Hát kinek mi volt otthon? Igen, mit tettetek volna, érted? Tehát nagyon hát, mert nem azért hittetek rá, mert hittetek benne, hanem mert ez volt otthon. Nem, tehát, és megúsztás. Mi egy féltengelyt tettünk rá, mert apám azt hozott haza a fősbedbe. Igen. Micsoda? Féltengelyt. Vodkával fertőtlenítették, de tessék, ki emlékszik az első gyerekkori gyomorszájba ütésére, amikor először szembesült azzal, hogy nincs többé levegő. Negyedik. Van? Negyedik általános iskola, negyedik osztály, Kassa utcai általános iskola kint az udvaron.
Én nagyon erős voltam, azt akartam bebizonyítani egy felsős diáknak, és gyomorszájon vágtam. És ott egy, hát ez elég, ez tényleg, aztán oda mentem valaki, az annak is lenyomtam egyet, de az már nem volt ennyire barátság, és nem tartott a jó foly kisküvőnek, és visszaküldte. És ott egy térdre rajtam, arccal előre a homokba, ahogy ezt lehetett a levegőt. És akkor onnantól kezdve elkezdtem tisztelni a felsőséget, és már rájöttem, hogy nem, sajnos annyira nem vagyok erős, mint ők. És betérdeltél ott a játszótéren? Így szépen leküldött. Tudod, ez amikor a jófej kisfiú mindenkivel a jófej, és akkor odavé, és akkor hagyják, és eljátszák, tudod, hogy fáj nekik, de valakinek nem volt éppen az. Mik volt benned, Kraft, oda mentél a nagyobbakhoz, gyomorszájon meg őket? Igen, aztán az egyik így mondta, hogy igen. Én azzal próbálkoztam, bicikliztünk együtt szintén a nagyokkal, és azzal próbálkoztam, hogy a jó ötletnek tűnt a biciklim első kerekével eltalálgatni az előttem menőnek a hátsó kerekét. Azt mennyiszer csináltam, jó amikor összeakadt a két kerék. Tök jó ötletnek tűnt, egészen addig, amíg így ki nem kapta a kezemből a kormányt, bele a gyomromba, a kormánynak a bal szárát, és abban például eldobtam, és éreztem, hogy kifelé még megy, befelé már nem jön, tehát meghalok, úgy át ez, ugye, ez megy össze, hát, hogy nem tudom, mi fog történni, de azt tudom, hogy meghalok, és ott álltam, és ott ordítottam. Ebből sem lesz ma az aranyzsirály. És ott álltam, emlékszem, hogy valamilyen ilyen réten, és ott így ordítottam, hogy még az utolsó levegőt így küldtem ki, tudod, és hát tényleg akkor azt gondoltam, hogy meghalok. Nektek gyomorszáj nincsen, meg az első gyerekkori jó. Zsírrétegen nem megy át az ütéspapu. Komolyan? Persze. Neked csak egy hullám volt felé, mint így elnyelt a nyakad, és aztán így vissza. Viszont sajnáló álltam általában. Hololololol. Jó, de te viszont legurultál. Meg nálunk nem. Hát persze, nem vicceltek ilyennel tényleg. Sarló, azt azzal lehet szórakozni. Az első magatokra rántott szekrény. Én ajtós, tehát üvegajtót rántottam magamra, meg szaladtam bele üvegajtóba, verekedtem a tesómmal, és szaladtam, és rám vágta a szobám ajtaját, én meg nyújtott kézzel, ugye rohantam, próbáltam megfogni, úgy, ahogy van, átvágtam, mind a két karomon végig. Tehát két kar elkötve rendesen, úgy, hogy van, végigvágtam mind a két kezemet. Azért az csúnya. Utána mész az SZTK-ba, varnak, oltanak. Ez nagyon kemény azért dolgok. Csoda, hogy itt vagyunk, nem? Tehát azért De senki nem, ugye, nyilván a klasszikus dologra akarsz kitérni, mert lehet, hogy arra is, hogy most mondják, hogy gyerekülés, meg mit tudom én. Ha nektek volt, nem volt. Jó, mondjuk autótok sem. Hát ez egy ilyen sarokba aludtam valami ízén, valami ilyen szénán, érted? Nem, de hogy abszolút nem voltunk itt túlvigyázva, semmilyen szintet félted. De hogy nálam ez a két ajtó szekrény sztori, csak azért akartam hozni. Konkrétan találtam kiskoromban egy cicis képet. És nézegettem, hogy és ez ilyen kincsem volt, tudod, ez a trákaság. Mint egy gólam a gyűrűben. Cicis kép. Ki volt a nagybátyád? Igen, akkor még örültem. Családi vonás. Örültem a cicinek, igen. És bedugtam a két ajtó szekrénynek, tehát ilyen emeletes valami volt, és így bedugtam két ilyen elem közé, és ott rejtegettem. De az, hogy ki tudjam venni, mindig egy kicsit arrébb kellett így húzni, így lögdösni a felső részét. Addig trükköztem, még egyszer a kincsem és jó magam konkrétan a két ajtó szekrényt magamra rántottam, és nagy ilyen őrült robaj, fekszek a két ajtó atomjaira hullott a szekrény, fekszem alatta, tudod, és anyám szalad be, hogy jól vagy, és tudod, csak a kezemet tudtam kinyújtani, így az elemek, vigyázz a drága! És a kék volt a kezedben? Mi 13 évesen felgyújtottunk egy pincét az általános iskolában. Nem igaz. Dehogy nem. Megalapítottuk, ezt már talán meséltem nagyon régen, megalapítottuk az ÖSE egyesületet. ÖSE? Ami arról szólt, öregeket segítő egyesület. Ami arról... Ha a célkitűzés gyönyörű. Ez az ÖSE. Az öregeket segítő egyesület, ezt azért csináltuk, hogy majd átvisszük öreg nénik, idős néniknek a zebrán a csomagjukat. Az, hogy felgyújtjátok őket. És az első taggyűlésen egy pincében tartottuk a taggyűlést, a Tímár utcai általános iskola mellett, ahol felgyújtottuk a pincét. Tehát ez volt, és ott felosztott, hogy nem, ott valaki rágyújtott, ugye valaki dohányzott, rágyújtott, ledobta, felgyújtottuk, és ott voltak ilyen tároló kannák, egy csomó mindent tároltunk, mert iszonyatos balhé lett belőle, kivágtak minket igazgató, ott feloszlattuk magunkat, tehát azt mondtuk, hogy akkor nincs létjogosultsága az ősének, ez volt az első taggyűlés. 12-13 évesen égett a pincén, arra emlékszem, alig tudtunk kijönni. Na, ÖSE, öregeket segítő egyesület, nincs oda ÖSE? ÖSE klub. ÖSE. Mennyire? Reális, hogy 12 éves gyerekek átsegítenek idős néniket a zebrán, nem? Tehát ez van realitásra. Viszont már akkor is helyén volt az eszem, mert voltak, ugye akkor úgy voltak vele, hogy nincsen jobb burkolat ugye egy gyerek játszótérnek, mint hogyha masszív betonnal. A beton persze, ugye? Az a legjobb. Hogyha bármi, ha elesik az a kis lurkó, nem? Ha elesik a lurkó, akkor mégiscsak úgy legyen már egy tompít. És hinta miből van? Há, vasból. De vasból, mi másból? Legegyszerűbb. És a beton, mikor beton, ha egy kis vasat is raknak? De miért a hintából kiesés, hát az mennyire klassz. Hát nekem. Tehát amikor szól anyát, hogy csatold be magad, ugye volt ez a lánc volt, amit magad ebbe. Sokat védett. Sokat védett, de nyilván nem tetted be, és ugye azt hitted, hogyha már nagyon belököd magad, akkor ki tudsz belőle ugrani, és lábra érkezel.
Az esetek többségében nem volt, nem tudtál lábra érkezni. Nekünk az volt a bonyodalom a Lajos utcai játszótére, még a mai napig megvan az a játszótér, hogy egy ivókút volt a hintától 5 méterre. Ne hülyeskedj. Most, ahogy elkezdünk róla beszélni, ugránk be a történtek. Lököm magam, tudod. Lököm, és ahogy kiesel, rá az ivókútnak, beton ivókút az élére. Uram és a fejsebb az úgy vérzik, a gyerekkorotokban volt fejsebb, hogy egy pici vágás is olyan, mintha abban a pillanatban elvéreznél. Én csak azt hittem, hogy lehajoltam, és azt éreztem, hogy valami csöpögös, mondom, jaj, de jó, engem nagyon le fognak szúrni, mert összevizeztem magam. És hogy tudod, a gyereki agya az jut át a fejeden, az fut át, hogy úristen, véged van, vizes a ruhád. És abban a pillanatban lehajoltam, megnéztem, és úgy néztem ki, mint itt ömlött a vér. Anyám, sír, vetődés, STK, Vörösvári út. Nekem ugyanez. Nekem itt a homlokomon ez a hintasérülés. És a legjobb ilyenkor az, hogy mindenki körülötted megőrzi a lélek jelenlétét. Amikor én kiestem a hintából, betörtem a fejemet, akkor mindenki, aki addig barátolt, elszaladt, hogy én nem láttam semmit, én nem láttam semmit. A bátyám viszont szolidáris volt, hogy rohant anyámnak szólni, de azt még, mielőtt elvesztettem az eszméletemet, azt még hallottam, hogy a bátyám kiabál, hogy meghal a Tibi, meghal a Tibi. Ez egy kis vidámsággal a hangjában. Úgyhogy csak arra akartam rávilágítani, hogy itt vagyunk most már azért szépen, hogy kb. Félúton, ugye? De azért csoda, hogy élünk. Tehát, hogy azért amilyen gyerekkorunk volt... Hát a gyerekkor volt, az kemény, igen. Azért igen. Túl vagyunk már egy-két dolgon. Hát hozzá képest búr alatt nevelkedek most már gyerekük, az biztos. De hát tényleg, igen, de ezt elesik a bringával, rohansz oda fél, tehát közben pedig egyébként jó tett, nem? Tehát valahogy megedzett azért ez. Igen, jó. Hát a franc se tudja. Igen. Azért, amikor rohansz, hogy játszótére például a mókuskerekezés közben nekem szakad be a lábam a mókuskerékbe. Micsoda? A fa mókuskerék is emlékeztek rá, két oldalot támasztod, hogy hát szaladsz benne. Hát, Janika rálép egy korhat deszkára középen. Beszakadt, eltűntem a mókuskerékbe, kezem lecsúszott, és hátra, tudod, így tarkóval rábe. És hogy miért csinálták ezt betonalapra? Igen, hogy miért földet tettek oda, vagy murvát, tehát miért kellett ez összes ilyet betonalapra? És nagyon örülsz neki, hogy rohanhatsz a semmibe, tudod, egy helyben rohanhatsz. Érted, hogy beszakadt a lábam, le, hátul, dél, tarkóra, betonon. Úramisten! És hogy élet túl? Tehát a védőangyalok ilyenkor tényleg mennyire dolgoznak, hogy hogy élet túl ezt 8 éves gyerekén? Fizikai értelemben ebbe bele kéne hallod. Ott abban egy a pillanatban most valahogy a gyerekek felkelnek egyébként. Nem, amit látok én is néha játszótérén, én azt hiszem, hogy ott marad, és a gyerek fel kell megrázza magát, és megy tovább. Nézzen. Elvileg nem kéne, hogy éljen szegény, mert erről olyanokat beszélek. Esnek, hogy nem hiszed el. Hogy az, hogy ebbe mi ezt a szép kort megértünk, ez azt gondolom, az isteni gondviselés így velünk volt. És hát nem használtál védős is a bukós isak, nem volt. Semmi. Most már minden gyereken ott van ilyen-olyan üvegszálas, nem tudom, ilyen bukós isak, nem tudom, ilyen üvegszálat, nem volt rajtad semmi. Nem volt rajta semmi. Nem próbált meg ilyen KGST kompatibilis játszótéren átfordulni a hintával, az még nem élt. Tehát, hogy az nem tudja, hogy az mekkora buli, amikor érzed, amikor a tetején vagy, és már majdnem átfordulnál, de elfogy a lendület, és leesel. Egy komolyabb libikóka baleset, amikor egy lendületből fölérsz és vissza? Nagyon jó. Persze. Szép az is. Ezek zseniális. Egyetlen dolog még zárásként a bátyámtól szeretnék elnézést kérni, hogy amikor a tapadókorongos pisztolyban a töltént kicseréltem Rotringra, és próbáltam őt meglőni, és a fotel mögött fedezékbe bújt, úgyhogy a kólát elfelejtette kivenni a szájából, majd mentünk a fogorvoshoz, azért bocs. Így utólag. Én a bátyámnak az órát törtem el egy párna csatánál. Én anyámra vadásztam Szlávia 630-as légpuskával, miközben teregetett. Nem igaz. De igaz. És de apád nem volt otthon. Nem adogatta volna a lőszert. Neki mindig nagyon furák voltak a reakciói. Egy hitig nincs puska. Tehát, hogy... Hát miért? Valami? Kell valami. Hát, érted, azért büntetett keménye. Igen. Na mindegy, de rovatom lényege az volt, hogy csoda, hogy élünk. És azt gondolom, hogy ezt most igazoltuk. Félve kérdezem meg, még nem a tapsot és a sikolyt, hanem hogy merre jár a meglepi. Jön Tibi, maradj. Már valaki adja rajta, hogy mi lehetne. Meg van rendelve? Meg van rendelve, picit késik a futár, 4:11-kor tudod átmenni. Nem akartunk arcoskodni vele, hogy ez a mi ajándékunk, tehát az lesz, hogy mi már elmegyünk innen, és akkor várjál, akkor fog jönni. Üljél itt, várjál, és olyan 4:11-kor itt lesz az ajándék. De ugyanonnan rendeltétek, mint fatalom a 18-at, mert az nagyon lassan jön. Ennek van realitása, tényleg megjön. Ha tudsz várni 10 percet, itt a meglepetés. Jó, ha szereted, nem biztos, hogy örülsz neki, nem biztos, hogy szereted. Jó, én örülnék. Tippelek egyet. Aleska? Nem. Akkor nem. Nem. Ne, mindegy. Jó. Akkor jó, itt teszek. Bizony. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show. Olyan, mint a Boomerang, csak ez van. A Klassz FM-en.